A Magyar Koalíció pártja, a Társadalmi Szolidaritás pártja, elutasítjuk az olyan kezdeményezéseket, amelyikek egymás ellen hangolják egyrészt a szociális rétegeket, másrészt pedig különböző csoportokat. A Magyar Koalíció pártja nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ők a jövő záloga. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a család, mint a társadalom legkisebb sejtje, jobb irányt kapjon a következő választások után. Támogatjuk a családi adózási rendszert, odafigyelünk az újszülöttekre, mert a születésük után, az első pillanatoktól kezdve. Be szeretnénk vezetni az újszülöttek számára a babakötvényt, ezzel is elősegíteni kívánjuk a demográfiai mutatók pozitív változását. Fontos feladat a járulékok fokozott csökkentése, ez új munkahelyek létesítését eredményezné. Számunkra nagyon fontos, hogy a fiatalok és a munkaképes egyének idehaza maradjanak. Nem hazacsábítani szeretnénk azokat, akik külföldön vállalnak munkát, hanem mindent megtenni annak érdekében, hogy a fiatalok idehaza találják meg a számításaikat. A Magyar Koalíció pártja üzenete a választói számára így hangzik: szülőföld és jövőkép. Azért, hogy a foglalkoztatás pozitív irányba induljon el, részmunkaidős munkafoglalkoztatást szeretnénk elérni, természetesen mindent megtenni annak érdekében, hogy elsősorban a kisgyermekes családok tudjanak részmunkaidős feladatokhoz jutni. Nagyon fontos számunkra az, hogy a leszakadó félben lévő régiókra odafigyelünk. Sajnos el kell mondani, hogy az elmúlt 4 évben nem hogy csökkentek volna, hanem mélyültek a régiók közti különbségek. Ezért a Magyar Koalíció pártja be szeretné vezetni épp az ilyen régiókban lakó egyének számára az úgynevezett szociális föld, szociális kártya és a szociális üzletek létesítését. Ezek már a környező országokba beváltak, és úgy gondoljuk, hogy egyben a uzsora ellen tudnánk ilyen formában harcolni, másrészt pedig azok számára, akik a leszakadó félben régiókban laknak, növelni tudnánk a versenyképességüket. A Magyar Koalíció pártja számára fontos az, hogy a fiatalok lakáshoz jussanak, ezért támogatjuk a bérlakás fejlesztési programot. A Magyar Koalíció pártja mindig kiállt a mostani kormány keresztüzébe került második nyugdíjpillér bevezetése mellett. Ezt a jövőben is nagyon fontos feladatunknak tartjuk. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jövőben a pályakezdő fiatalok számára újból kötelezővé tegyük a második nyugdíjpillérbe való belépésüket. Ezzel fokozni kívánjuk a fiatalok felelősségét, hogy majdan a jövőben magasabb nyugdíjt kaphassanak. Nyugdíjrendszer áttekinthető legyen. Nagyon fontos az, hogy a karácsonyi nyugdíj mindenki számára egyformán igazságos legyen, ugyanis a mai rendszerben sokak számára elérhetetlen a karácsonyi nyugdíj. A 13. nyugdíj bevezetését pedig attól tesszük függővé, hogy az állami költségvetésben találjuk meg ennek a módját, hogy legyen elegendő pénzeszköz akár majdan a 13. nyugdíj bevezetésének is. A Magyar Koalíció pártja gondol az idősekre is, éppen ezért újból beszeretnénk vezetni azt a rendszert, hogy az egyén dönthesse el, hogy milyen szociális intézményt választ saját maga, illetve hozzátartozói részére, ne az állam határozza meg, hogy az önkormányzati intézmények több pénzeszközhöz jussanak, mint a magánintézmények, ugyanis számunkra ugyanolyan fontosak az önkormányzati kézben lévő szociális intézmények, mint a magánintézmények. Még egyszer aláhúzva azt szeretnénk elérni, hogy minden csoport megtalálja magát pozitív értelemben a jövőben, és ne játsszák ki egymás ellen a mai nyugdíjasokat a jövőbeli nyugdíjasokkal szemben, ne legyen egymással ellentétben az egy vagy két gyermekes család a nagycsaládosokkal szemben, és ne legyenek negatívan érintve azok a szülők, akik a gyermeknevelés mellett
akár valamilyen formában részmunkát is vállalnak. Számunkra az egyén a fontos, és nagyon fontos számunkra a család, mint a társadalom legkisebb sejtje, mert ha a család jól fogja magát érezni, akkor a társadalomban is pozitív változások fognak bekövetkezni.